Sziasztok kívánok kedves nézőink! A mai sport műsorunkban a karate lesz a téma. Ugye ez már csak azért is aktuális ma, hiszen most volt a hétvégén az országos bajnokság, és a nyírbátoriak a klub méretéhez, a város méretéhez, meg úgy általában véve is kiválóan szerepeltek. Egy-kettő-három aranyegyezüst, bár ugye kérdeztek előtte, te egy picit hiányérzete jöttél haza, mert legalább még egy aranyat szerettél volna. Így Tényleg nem vagy elégedett három aranyegyezüsttel? Nem, hát egy edző sosem lehet elégedett, de most valóban van egy kis szomorúság bennem. Ugye a három arany mellé még egyet vártam a alán személyében. Ez most sajnos nem jött össze, de... Javítunk hát az, legközelebb. Azért emeljük, ugye Magyar Levente, Karcub Paprika és Karcub Miriam szerzett érmet, ugye az első három aranyat, és Karcub Miriam pedig ezüst érmet szerzett. Igen. És hát akkor a te e, szívfájdalmat, hogy a másik fiad, az Zalán, e, mennyit? Egy fordulót ment? Egy fordulót ment. Ott viszont, ott viszont egy, egy, hát azt hiszem, hogy a nap káóját csinált, egy gyönyörű szép káóval nyerte az első kört utána egy nagyon kiegyenlített csatába sajnos nem, nem került be a legjobb négy közé. Ilyen a jó edző, azt mondja, hogy a nap nyert a fiam, még akkor is, hogyha egyébként nem lett, vagy a versenyzőm együtt alakít, és hogyha nem lett aranyérmes a végén. Na most ez a klub méretéhez nézve. Ez szerintem, én nem vagyok annyira járatos ugye, karate ügyekben, de ez egy nagyon nagy eredmény, három arany egyezőst, nem? Hát annyira nagy eredmény, hogy a, a, a Magyar Bajnokság legeredményesebb klubja lettünk. Tényleg? Ugyan, így van. Ez, ez igen. Ehhez külön gratulálok. Köszönjük szépen. Hogy lehetséges az, hogy egy ilyen kis klub, mint a Nyírbátori, végülis ilyen eredményeket produkál most már évről évre? Hát valószínűleg a kitartó munkának köszönhető, meg a jó kiválasztásnak. Tehát ezek a gyerekek mind Gyerekek, hát Most már ők felnőttek, Így igen. Van, Szinte óvodás koruk óta nálam karatéznak, és azt mondom, hogy jó menedzseléssel, jó versenyeztetéssel, jó felépítéssel el tudtak jutni idáig. Hát lassan most már akkor gondolom én azt, hogy ide küldik edzőtáborba a fél magyar karatét, nem? legalábbis ezt a szakállat. Van Van róla szó egyébként, hogy itt Nyírbátorban fog edzőtáborozni a válogatott több alkalommal. Én is tagja vagyok a válogatott edzői tímnek, és most már, hogy ilyen jók a feltételeink, én nagyon szeretném, hogyha legalább évi két-három alkalommal itt tudna dolgozni a válogatott. Ez a feltételrendszer, ami most ugye elég jelentősen javult, azzal, hogy egy új edzőtermet kaptatok ez a feltételrendszer ez nem kívánja azt, mint az asztali tenisznél, hogy valami szállás lehetőséget is, vagy esetleg kooperáltuk az asztali teniszezőkkel, és akkor az ő szállás lehetőségeket Igen, igen ebben, ebben gondolkodunk. Ugye nagyon jó a kapcsolatunk az asztali tenisz szakosztálya, vagy egyesülettel, és akkor szállás szálláshelybe tudnánk kooperálni. Ez, ez a karate válogatott egy ilyen 30-40-50 fővel dolgozna együtt, szerintem a szállásigény az megoldható ilyen létszámmal. Ha akkor ezért ez, drukkolunk. Na most akkor kezdjük azzal, hogy itt Nyírbátorban milyen széles alapokra támaszkodik a, a karate. Tehát ó, vagytok ti, ugye? Hányan vagytok összesen, akik oda járnak ehhez a klubhoz? Olyan 30-an körülbelül. 30-ból több mint 10% országos bajnok. Hát igen, igen. Azért ez, ez szerintem ez Igen, pályas. és ez, ez, még csak a felnőtt korosztály, ugye még az utánpótlás korosztályról nem beszéltünk. És az utánpótlás korosztályban hogy állunk? Ott, ott most zajlik a, a Diák selejtező a múlt hétvégén volt, jó szerepeltünk, tehát ott is van, vannak éremesélyeseink majd a döntőre, tehát a, a mindenféleképpen. Ő szerintem nagyon esélyes a bajnoki címre, de a Jacina Marcel, a Bihari Lili, a Vince Nandi, ők szerintem odaérhetnek a dobogóra döntőn is. Ha egy klub ilyen eredményes, mint ez, mert ugye akárhogy is nézzük, szerintem Nyírbátorban nincs még egy ilyen eredményes sportklub, mint a karate. Hát senki nem jön haza, egy klub sem, úgyhogy van három országos bajnoka éppen az aktuális országos bajnokság után, illetve egy ezüstérmese. Az vajon Nyírbátorban megfelelő helyen van kezelve? Szerintem az utóbbi időben igen. igen. Csak gondoljunk arra, hogy 2018-ban Karcobzalán lett a az év sportolója, ez egy, ez egy óriási elismerés nem csak Zalánnak, hanem magának az Egyesületnek, mert hát egy, egy bajnoki cím, azt nagyon jól tudjuk, az soha nem egy embernek az érdeke, hanem vagy az érdeme, hanem, hanem egy egész uh, csapatát mögött, akik segítették a felkészülését. Uh, gyakorlatilag um, én azt mondom, hogy mindig mindenkinek az eredménye, az az Egyesületnek az eredménye. Lehet-e uh, még ebből tovább lépni? Tehát lehet szintet lép. Lehet, lehet. Hogyan? Öm, Mi lenne az újabb szint? Ugye most ez a, ez a magyar bajnokság egyben kvalifikációs verseny volt. Grúziában lesz április 4.-5.-én a, a felnőtt Európa bajnokság. Ugye ez a négy dobogós versenyző. Valifikációt szerzett rá. Tehát ők garantáltan részt vesznek? Ők garantáltan ő. ott lesznek Grúziába, szeretnék minél jobb eredményt elérni, de a főcsapás iránya nem, nem igazából ez. 2021-ben Varsóban lesz súlycsoportos világbajnokság, ami azt mondom, hogy a, a karatéba a csúcs. Úgyhogy bízom benne, hogy, hogy közülük nagyon sokan ott lesznek, illetve Zalánnak van még lehetősége, Göteborba lesz szeptemberben egy, egy világbajnoki kvalifikáció és ő mint mint 2018-as ebérmes indulhat ezen a versenyen. Tehát tud kvalifikációt szerezni. Na most jó tehát akkor lehet tovább lépni ez, ezek szerint ez, ez meg, meg kell is és mer is nagyon támadni ugye igen, a, a nyírbátori karate sport minden egyes tagja. Ja, Ez gondolom azért az, hogy most is hazajöttetek ezekkel a nagyszerű eredményekkel, ez, hogyha elég hírverést kap itt a városban, a környéken vagy a megyében, az, az, egy nagyobb húzóerőt jelent, vagy vonzerőt jelent még. Lehet-e létszámban fejleszteni, van-e még kapacitás, hogy még több versenyző, vagy sportolni vágyó járjon hozzátok? Mert most már lassan azon ezzel gondolkodni, hogy amatőrként csak úgy lejárni karatézni, már itt nincs nagyon hely. Vagy Van, van. van. Hát tulajdonképpen nálunk úgy épül fel a rendszer, hogy hogy gyakorlatilag a tömegsportolókból lesznek az élversenyzők. Tehát elkezdenek a gyerekek, most már um, célszerű minél fiatalabb korban elkezdeni ezt a sportágat, mint minden mást. Ez az a minél fiatalabb, az hány ez hány éves? Kor. Már 5-6 éves, 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 éves korban elkezdjük alapozni a gyerekeket, tömegsport jelleggel elkezdenek hozzánk járni, és akkor a, hát a kiválasztásnak megfelelően keressük azokat a gyerekeket, akik mind fizikálisan, mind mentálisan alkalmasak arra, hogy ezt versenysportszerűen űzzék. Mondjuk tízből egy, vagy... tízből vagy egy. Van tízből egy, tízből vagy, vagy húszból egy, inkább Tízből egy? egy. Ugye azt mondtam, hogy fizikálisan és mentálisan Igen. alkalmasnak kell lenniük, de itt a, itt a mentálisat kétszer aláhúznám. Tehát nem a fizikális kihívás. Hol bukhat hát, meg a dolog, akkor kezdjük azzal, <coughs> ha a mentális ö, mit, Legtöbbször Legtöbbször megbukik serdülőkorban. De mi, mit nem bírnak a gyerekek? Ö, Egyrészt ugye gyerek-serdülő versenyen, iszonyú sok gyerek elindul egy versenyen. És bírni kell a, a kezdeti kudarcokat. Uh -huh. Tehát most, hogyha azt mondom, hogy 16 gyerek elindul egy korcsoportba, egy, egy, egy országos verseny. Ez És az azt jelenti, hogy ugye a legjobb, ugye egyeneságú kiesés van. Tehát Te euh, akkor... nagyon, nagyon lehangoló tud az lenni, mikor az első körbe kiesik a gyerek, dolgozott, készült, és ne talán egy rossz sorsolás, vagy egy aznapi rossz forma miatt kiesik az első mm -hmm. körbe. De hát a döntőig legalább négyet kell Így van, meccselni. Így van, így van. Igen, értem. Na most mit történik azokkal, akkor kezdjük a, azzal a részével, mit történik azokkal, akik akikről kiderül végül, hogy nem akarnak versenyezni, most nem csak azért, mert esetleg nem bírnák a kudracot, hanem mert ők nem akarnak ennyi időt. Őket eltanácsoljátok, vagy nem, ők járatnak azért? Nem, nem, nem. Én, én azt szoktam mondani, hogy a mi egyes, Egyesületünk olyan, hogy mindenki megtalálja azt, amit keres. Aki csak a, a társaság kedvéért szeret edzésre járni, mert szereti ezt a mozgásformát, az is megtalálja nekünk nálunk a számítását. Aki csak kimondottan a testedzés miatt jár oda, mert, mert szeretne jó kondícióba lenni, jó kondícióba kerülni, ő is otthonra talál nálunk. Akit viszont versenyzésre választottuk ki, illetve ő is szeretne versenyezni. Neki ez milyen hmm. munkát jelent? Tehát napi, heti szinten ez mit jelent? Rengeteg lemondással jár, fokozatosan építjük fel a versenyzőknek magát az edzés munkáját is. Kezdetben a serdülő ifjúsági korba is már, már szinte napi szinten edzésre kell járni. Hát a felnőtt korosztálynál, meg, a, meg egy, egy intenzív időszakban a napi kétedzés az, az teljesen reális. És ezt a, a kiválasztott versenyzők közül mennyien tudják bevállalni? Mennyien szuhte? Tehát megmondom, ez is egy válaszút. Így van, így van, igen. Igen, különösen nehéz az, hogy, hogy ugye vannak olyan gyerekek, akik nem nyírbátorba járnak középiskolába. Viszont most már így, hogy, hogy saját edzőtermünk van, tudunk a hétvégén is edzeni, ez azért könnyít a dolgokon, illetve megbeszéljük, hogy hétközben, amikor nem találkozunk, mit edzenek a gyerekek. Uh -huh. De az azt jelenti, hogy velük akkor kevesebbet tudtok foglalkozni. Igen. Ez Igen. a beszélni, itt most elegánsan több számot használok, de igaz ez? Tehát tudtok, te több edző foglalkozik, vagy valójában te vagy? Most már, most már azért Zalánra egy, egy Egyre többet tudok számítani. De valójában te vagy. Az valójában aki. igen. És mondd, te mennyi időt fordítasz erre naponta, hetente? Hát ezt még egy időben nem számoltam ki, de nagyon sokat. Nagyon És sokat. E ezt én elfogadom, hogy ez egy élethivatás. De a, ugye azt szokták mondani, hogy Krisztus koporsáját sem őrizték ingyen, megfizetnek téged, ezért nem akarok a zsebedben csak kíváncsi vagyok. Tehát ha ezen a szinten dolgozol, ezen a szinten, már mint egy más sportákban ezen a szinten dolgozni, vagy ilyen eredményeket hozni, egy edző szerintem eszméletlen jól keres. Hát eszméletlenül nem keresek jót. de, de... fizett téged a klub, az Egyesület? Igen. Vagy? Tehát igen. az Egyesületnél van valamilyen díjazásod. Ez egy ilyen hivatalos díjazás. Így van. A, a versenyzők azok kapnak valamilyen támogatást? Nem. Semmiért? Hát anyagi támogatásra? Hát úgy? igen, nem, mit, nem. ezt ugye elegánsan régen úgy mondták, hogy kalóriapénzt kapnak, hát azért náluk a táplálkozásra is oda kell többek között figyelni. Igen, Utaznak igen. sokat, mit tudom én, rengeteg sportcucc. ilyesmire se kapnak? A sportfelszerelést, ugye az edzőfelszerelést azt általában meg szoktuk venni, tehát ami, ami a közvetlenül az edzéshez kell de anyagilag sajnos nem tudjuk a versenyzőket támogatni. Tehát mi nem, nem vagyunk tao sportág, nem tudunk, nem tudunk ö, ö, olyan pénzeket igénybe venni, amik, amik ezt lehetővé tennék. Azzal változna egyébként, javulna az eredményesség, hogyha lenne több pénz? Vagy, vagy az a... mire kellene? Mire lenne jó? Na most utána majd azt akarnám kérdezni, hogy és akkor, nem tudom, cégekhez, önkormányzathoz, stb., hogy esetleg ilyen eredmények, tessék megnézni, évek óta jönnek, talán több támogatás, mert mégiscsak nyilvántól dicsősége is ez. Tehát mi, mi, mi változna akkor, hogyha esetleg több pénz lenne? Mondjuk több edzőt lehetne például szerződtetni? Például lehetne. Például lehetne. Vagy nem tudom, amikor ilyenkor elutaztok, most Budapesten volt ez a baj, Igen, igen. Ez szombat-vasárnap volt? Péntek-szombat-vasárnap. Szombat, Pénteken péntek volt a mérlegelés, és szombaton volt maga a végső. És milyen körülmények között laktok ilyenkor? Szállodába persze. Azt, azt ki tudjátok fizetni. Igen, igen. A mekkora csapattal mentetek fel? Hat fővel, ö, hat. 80 mentünk. Hogyha mondjuk több pénz van, akkor előfordulhat, hogy nem hattal mentek, hanem 12 mert a mecsint egy bajnokság légkörét megtapasztalni érdemes. Ö, van. Most most valósz, valójában az összes hadra fogható felnőtt versenyzőt elvittem. Tehát aki. aki Igen, most itt Igen. volt. és. Hát az ugye abból négy arra vagy négy ére, ha, hat versenyző, hat versenyzővel indult. Uh -huh. e de azért, és akkor ezzel azt az anyagi részét be is fejezem a kutakodást, de azért, hogyha anyagilag egy kicsivel jobban állnátok, te, te úgy gondolod, most százalékosan vagytok, nem tudom hány százalékon anyagilag elengedve, a, mennyi kellene ahhoz, hogy százalékosan, mondjuk száz százalék, úgy érezt, hogy teljesen rendben vagyunk anyagilag, és elköltség is megbecsülnek bennünket, szóval minden lenne. Mm. én azt mondom, hogy egy olyan évi 3 millió forint Plusz? az. Tehát a, e, igen. A, hány sportról? 30-ra 30 igen. E, nőhetne akkor a létszám is? Igen. igen. Tehát mert uh, ugye itt többek között akkor azt mondtuk, hogy, hogy, mondjuk esetleg akkor még jönne valaki, aki, vagy jöhetnének mások is edzeni. Nem? Igen, igen. A. Tehát akkor uh, ennyi hiányzik. Ettől függetlenül nem vagy elégedetlen. Nem, nem. Tehát akkor az idei cél Na, az az igazság az az igazság hogy én ezt már helyre tettem magamba hogy? soha nem soha nem foglalkozom azzal hogy melyik sport ugye jól ismerjük ezt a tau mizériát. Um, azzal már az, az, nincs mit kezdeni. Tehát itt marad két forrás lehetőség van, az egyik a, önkormányzat. az önkormányt a helyi cégek. Helyi Igen. cégek foglalkoznak egyáltalán az e, hogy tudják, -e? Igazából nem. Kaptunk kisebb segítséget a korábbi években. Ugye 2017-ben Zalán kijutott a súlycsoportos Világbajnokságra, akkor, akkor, kaptunk egy támogatást az MSK-tól, ami akkor nagyon jó jött, de összességében nem, nem jellemző. De mondjuk ti megfelelő reklámhordozó lennétek? Hát, hogyha... Szerintem igen. Tehát azért, azért, hogyha azt mondom, hogy King Rúziába négy versenyzővel reklámozunk egy céget, szerintem nem tudom, nem, ez úgy, nem vagyok pénzügyi szakember, nem de tudom. De azért ez egy jelentős, jelentős dolog. Na most mi kellene ahhoz, hogy a cégek észrevegyenek benneteket? Mondjuk azt, hogy ők járjanak nyitott szemmel, vagy az, hogy ti keresétek meg őket, vagy az, hogy legyen valami összekötő, aki felétek is, meg a cégek felé is ezeket a tárgyalásokat lebonyolják. Hát egy összekötő az sokat segítene. Mm -hmm. Tehát akkor egy, egy, egy ilyen segítene. Igen. Aha. A, mert azért olyan hát, nehezen tudom elképzelni azt, hogy Nyilvátorban van, ugye a hét múlti, erről szoktak itt beszélni, hogy a hét múlti közül egy se vegye azt észre, hogy ti milyen lehetőséget jelentetek. Ha másért nem, akkor azért, hogy én múlti bebizonyítom, hogy de itt Nyírbátorban én nyitott szemmel járok és támogatom a sportot, nem? Valószínű, így kellene, hogy legyen. Hát mi lenne, hogyha ilyen kis plakátokat csinálnátok, és kiraknátok a multicégek bejáratához rajta, a, nem tudom, most éppen négy fényképpel, hogy három magyar bajnok és egy ezüstérmes a legutóbbi bajnokságon. Nem tetszene gondolni ezt támogatni? Lehet, hogy jó az ötlet. Mert hát lehet, hogy nem is, nem is tudnak ők erről. Elképzelhető, hogy nem, bár, bár azért, ahol lehet Próbáljuk ezeket a versenyeredményeket propagálni. Hogyan? Hát elsősorban a Facebookon, ugye az, az most nagyon nagy úr. Hát tehát... kétségtelen, de más az, hogyha én egy német, dán, holland nem vagyok Facebookos. És akkor, akkor nem foglalkozom ezzel. Már az Only leverném mondjuk a, a főnök magyar, tehát ő, esetleg elképzelhető, de ha hát nem vettük ismerősök, nem tudom micsoda. A, 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 a nem, nem, de hát ki kell pakolni esetleg a cég elé, vagy küldeni kell egy levelet, és el kell, fel kell sorolni, hogy mi minden ö, eredményeket értünk el. Nem, ez nem. Valószínű, ö, én elfogadom, hogy a marketingben még sok tanulni valóm van, függetlenül attól, hogy már tényleg benne vagyok a korba. Mindig azt szoktam mondani, hogy Tudom hogy hogyan kell jó karateedzést tartani viszont a marketinget az hogy, hogy lehet eladni jó értelemben. Kell uh -huh. uh -huh. a, 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 nem tudom a karatéban van olyan hogy évedzője. Nem tudok róla. <laughs> hát akkor ezek szerint még nem kaptál olyat, hogyha <laughs> ne, van is. Nem. Érte, mert? mert most én pont ezen gondolkodtam, hogy itt nyírvátban van ugye év sportolója, de lehet, hogy lehetne évedzőjét is. Ha más nem, akkor egy minimum ok ismerni. Hát, ismerni, most jó eséllyel pályázhatnál egy ilyenre. Még nem, akkor is, nem. hogy a szerény ember vagy, de azért Igen. mégis nem. Igen. Úgy Gondolom, hogy a te is megsimogatná ez, mint ahogy az előbb említetted a beszélgetés elején vagy közepén, hogy hát azért elismertek vagytok, hiszen az év sportolója két évvel ezelőtt Zalán lett, másfél évvel ezelőtt Zalán Igen. lett, a, ami ugye az egész sportág elismerését is jelenti, de hát azért nem akármilyen eredményekkel büszkélkedhetett már akkor is. Hát Persze, hát, volt a... alapja. Na most aki viszont hozza ezeket, vagy hozzásegíti ezeket a versenyzőket, az pedig csak az edző. Hát az edzőnek ez a dolga. Aha, értem. És itt a megyében azért, hogy mondjam, ne, ismerik a nyírbátori módszereket? Van ilyen? Vagy csak karcog módszer van? Nem, nem tudom, hogy egyedi módszere az, amit én csinálok. Most közhelyként hangzik, de, de én azt mondom, hogy én a munkába hiszek, a nagyon sok munkába. Na, fogadni mert te azt, azt fogod mondani, hogy Na, akkor ezek szerint ez azt jelenti, hogy 50% tehetség, 50% munka. Így Hiába van, van tehetség? Ez így van. Sőt, sőt szerintem 40-60 arányban inkább. Tényleg? És a munka javára. Igen. Aha. És ha nem karatét csinálnál, vajon másban is ugyanilyen eredményes lennél szerinted? Mármint edzőként? Szerintem Te testnevelőtonál is. Igen, is kérdezem ezt. Persze. Hogy... Én valamit vagy, vagy nagyon csinálok, vagy nem csinálok. Aha, a karatét meg nagyon. Az emellett csinál. nagyon másra nincs is időd, nem? Hát sajnos nincs. Neked a szakiskolában mm. ne minden gyerek tud legalább egy hét karate fogást, vagy, vagy az órátnak semmilyen módon nem része ez? De része, mert most ugye újabban. Már csak önvédelmet tanítok az iskolába, ugye van rendészeti képzés nálunk, és már az a testnevelés óra nem fér bele, de hát én, én gyakorlatilag azt mondom, az önvédelem óra is testnevelés óra. Hát sőt. Sőt. Úgyhogy, de akik akik önvédelem órán nálam vannak, azért gyakorlatilag kara, karate alapok vannak, igen. Aha. Más is tesz az önvédelemben belül? Katonaságnál foglalkoztam egy kicsit ájkidóval, középiskolás koromban ökölvívással foglalkoztam. Uh -huh. tehát, a, tehát van mit Képeztem a magam, igen. igen. A, azt tudod, belenéztem a fiatal készült új nemzedék című filmben, még nem került adásba. Ő, ő azt mondta, hogy akár még ebben a lehet, hogy ilyen rosszul fordítom, de a kettő is -ben. kipróbálnám magát szívesen. Te beengednéd oda? Azért az, az e. egy teljesen más történet. Más történet, de egy, egy, alapos felkészítés után nyilván ott másfajta felkészülési módszerek Arra te szükségesek. Arra nem, felkészíteni, nem? Vagy igen? Ö, a földharcban nem biztos, hogy túl sokat tudnék neki adni, de az álló harc része az egyáltalán nem idegen számomra. Aha. Na, Hát akkor maradjunk ennyiben, hogy a nyírbátöriek akkor mennek Kazasztánba? Ö, Grúziába. Grúziába. Grúziába mennek, ugye négyen biztosan. Igen. Hogyha jól látom, ugye tehát magyar levente, Donát, paprika és karcogmériem. Mérjem egyébként, hogy bukta el a döntőt? Nagyon vagy? Nem, nem, nem. A, az utolsó hosszabbításig elmentek, ugye, mert nálunk ugye És a kívülről nézve, hogy küzdelmek. láttad? Hogy Ö, nagyon kiegyenlített küzdelem volt. Ö, most csúnya szó azt mondani, vagy csúnya dolog azt mondani, nálam, Akkor Miriam, nem mond. nálam Miriam jobb volt. Hát nyilván, a teves, <laughs> jó, ezt el is vártuk egy edzőtől, jó, nálad mérjem jobb volt. E, és akkor Karcuk Zalán, vagyis a másik fiat pedig, akkor még Göteborgban kap egy esélyt arra, van. hogy majd a tovább lépjen ugye ő szeptemberben. Szeptemberben. Sok sikert kívánunk nektek és a klubnak, és hát legalább ugyanilyen eredményes folytatás, mint amilyen ez a mostani volt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.